November 10-e a téli útüzemeltetési szezon kezdete a Magyar Közútnál. Ez azt jelenti, hogy ettől a naptól 24 órás készenlétet látnak el a szervezetnél, annak érdekében, hogy az időjárás miatt szükségessé válik, minél előbb be tudjanak avatkozni. A felkészülés, a téli üzemeltetésre történő átállás az már nyár folyamán megkezdődik. Nyilván biztosítjuk a humán erőforrásokat, az anyagi és a gépi eszközöket. Az idejében ezekkel jól állunk, sótárolóink tel vannak, mintegy 5300 tonna sóval rendelkezünk. A tavalyi év az egy kicsit gyengébb tél volt, akkor például 3000 tonnát használtunk fel, egy átlagos télen 6000 tonna a sófelhasználásunk, tehát majdnem rendelkezünk egy átlagos télhez szükséges sómennyiséggel. Molnár István kiemelte, mintegy 29 kombinált gép áll rendelkezésre, ezek szórási és ekézési tevékenységet tudnak végezni. Ezen kívül 8 rakodógép és 5 hómaró is bevetésre készen áll. A megyei állomány 210 fő, ebből mintegy 90 fő közvetlenül részt is vesz a téli szolgálatban. A Magyar Közút számos védekezési munkát is végez a nagy hidegek beállta előtt. Preventív sikosságmentesítést fogunk végezni. Ez azt jelenti, hogy a lefagyások, az úthálózaton a csúszás, az a hajnali napfelkelte óráiban jelentkezik. Ezt kívánjuk megelőzni, így 4-5-kor indulnak a gépek, és preventív szórást végeznek elsősorban a főúthálózaton, hogy megelőzzék a sikosság kialakulását. Természetesen havazás esetén, 5 cm-nél nagyobb hóvastagság esetén pedig indul a hóelkézés, a folyamatos hóeltakarítás. Az igazgató hozzátette, a telet mindenki vegye komolyan, és amennyiben veszélyes időjárási helyzetre hívják fel a figyelmet, akkor az utasításokat tartsák be. De ezt megelőzően is természetes kell legyen, hogy 7 fok alatt téli gumira kell váltani, és az autókat mindig fel kell készíteni a téli közlekedésre.